2019-ben nyújtott be sikeres pályázatot a Szakcsi település vezetés egy korszerű csapadékvízzel vezető rendszer kiépítésére. A beruházás ebben az évben fog megvalósulni több ütemben 144 millió forint pályázati támogatásból. A pályázat megvalósítása elindult a tavalyi év végén. Túl vagyunk a közbeszerzésen, márciusban meg tudtuk kötni a rendőkivitelezőnkkel a vállalkozási szerződést, április második felében derekán indulhat a fizikai megvalósítás. A pályázat keretében a Vörösmarty és Tódi utcákban első lépésben megtörténik a meglévő föld csapadékvízelvezető árkok burkolata, betonburkolatra cseréljük. Azt követően a befogadó faluberki áruknak a mederrendezése zajlik, vagy történik meg, és a harmadik ütemben a pályázat legvégén pedig a két elvezetőrendszer összekötése történik meg. Összesen több mint egy kilométer szakaszt érintünk. Az árok tekintetében nagyjából 700 méter fog megújulni, korszerűsödni, a patakmeder tekintete pedig 517 méter. A település több pályázaton szerepelt sikeresen, így az elnyert fejlesztési forrásokból továbbfejlődhet a falu. Megújult az önkormányzati hivatal épülete, az energetikai korszerűsítés szintén pályázati támogatásból történt a Magyar Falu program keretében. Egy napelemrendszert telepítettünk, elektromos fűtés, hűtő-fűtő klímákat sikerült kiépíteni, némi belső burkolatfelújítás volt a pályázatban, illetve eszközbeszerzés keretében egy nagy teljesítmű fénymásolót és egy darab számítógép konfigurációt szereztünk be, aminek remélem, hogy hasznát veszük. A Szakcsi Hagyományőrző Egyesület is pályázott a Magyar Falu programban. Egy kisebb volumenű pályázatot sikerült elnyerni, de ettől függetlenül fontos az Egyesületnek, a pályázat tárgya a meglévő tájháztető híjazatának cseréjét jelenti. A terveink szerint május-júniusban kezdődik a kivitelezés. Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakásokat a tervek szerint nyárig felújítják, és hamarosan befejeződik a zárt kerti ingatlanok villamosítása. A közvetlenül megbízott szolgálati lakásunkat már több ízbe próbálkoztuk pályázati úton támogatással felújítani. Kettő sikertelen pályázat után tavaly évben, hál' Istennek, sikerült elnyernünk egy több mint 25 milliós támogatást, aminek nagyon örülünk. A jelen pillanatban a kivitelező kiválasztása zajlik. Tervék szerint május-június közepéig elindult a megvalósítása. Az elmúlt évben a településvezetésnek egy nem várt problémával kellett szembenéznie. A tavalyi közepén azzal szembesültünk, hogy egyik pillanatról a másikra az egyetlen egy működő ivóvízkutunk felmondta a szolgálatot, és onnantól kezdve a DRV, mint üzemeltető, információkkal látott el bennünket, hogy a település ivóvízellátása csak hajtós kocsival oldható meg. Hál' Istennek, hogy meglévő víztározónkat tudtuk tölteni a kocsival, így nem konkrétan a házak előtt kellett ivóvizet biztosítani vagy vételezni. A probléma megoldására kéremet nyújtottunk be a belügyminisztériumhoz, és a belügyminisztérium javaslatára egy egyedi kormánydöntésnek köszönhetően támogatott a magyar kormány bennünket 35 millió forinttal, ami alapján ki tudtuk írni a beszerzési eljárást. Maga az ivóvízkút megvalósítása már a tavalyi év utolsó hónapjában megtörtént. December 22-én elkezdett üzemelni az új kutunk. Szakcsis pályázott a Tisztítsuk meg az országot elnevezésű programban. A faluban egy kamerarendszert fognak telepíteni 5 különböző ponton, jellemzően a hulladékszigetek mellé helyezik ki a térfigyelő kamerákat. Ezzel az illegális hulladéklerakást szeretnék megszüntetni. A település ravatalozója még januárban újult meg. Ezt a beruházást az egyház valósította meg.